Hát, valami ilyesmi látkép fogadhatta Árpád vezértáborát, mikor a dunántúli hódoltatások idején megszálltak Sóskút mezején, mindezt Anonymus írásából tudjuk. Éppen a Sóskúti kálváriát igyekszem megmászni, amit gyönyörű táj vesz körbe. A táj varázsát gazdagítja az olykor-olykor arra legelő nyáj és nagyon kedves pásztora. Ez most csak szemmel látható, nyomait kerülgetve tudom bizonyítani. Hát, sziasztok! Én Fruzsi vagyok, és ez itt a Néplány. Üdvözöllek benneteket a csatornán, és itt vagyok Sóskúton. Megmásztam a kálváriát. Hát, nem vagyok edzésben egyáltalán. Ez is megállapítottam. De nagyon szép, és megérte. És egy lélek sincs rajtam kívül. De mindjárt megfordítom a kamerát, és körbe mutogatom, hogy milyen szép a kilátás. Sóskút 25 kilométerre Budapesttől Érd és Biatorbágy között fekszik, és vélhetően a korábban még felelhető sósvízű forrásokról kapta a nevét, ami fontos tartósító szerepet töltött be a régi emberek életében, nagyon-nagyon nagy kincs volt. Innen a kálváriáról szépen látszik a táj, ami a naplementében meg aztán még csodálatosabb szokott lenni. Ott látható a kálváriáról a falu, és ezek pedig a stációk, melyek korábbi változatait sajnos ellopták vagy megrongálták, és volt egy kis kápolna is a legmagasabb csúcson, sajnos azt is elhordták a vandálok. Kálváriáról jól látható a kőfejtő is, ami régen a falu lakossága nagy részének biztosította a munkát, és ebből a kőből épült a környéken szinte az összes építmény, de nem csak a helyi épületek, hanem eredetileg a budapesti országház, a Vigadó, az Operaház, a Szent István Bazilika, a Budavári Palota, a Citadella és a Lánchíd is, de hát még sorolhatnám. Ha a kőfejtőből a kálváriáról nézve jobbra indulnánk, ott láthatnánk a távolban Habsburg Otto leszármazottjának, Habsburg Györgynek és családjának a rezidenciáját. Ugyanis ők is itt élnek Sóskúton. A kávária oldalán található a babójuk, amibe elvileg hivatásos barlangászok belemászhatnak. A helyi legenda úgy tartja, hogy a tatárok elől ide bújt el a falu közössége, de elfogyott a vízük, és amikor lement a patakra az egyik asszony, akkor őt sikerült elfogni a tatároknak, és az elárulta a búvóhelyet. A tatárok pedig kifüstölték onnan a helyi lakosságot, ezért fekete a lyuk. Bármerre kirándul az ember, mindenfelé ősmaradványokat lehet találni. Ez például egy kajló, de múltkor egy rák páncél kövületére leltünk. Na és ha már említettem az életét kockáztató vízért siető asszonyt, akkor mindenképpen szó kell essen a bent a patakról és a régi malom maradványairól, valamint a Malomhídról. Kirándulás közben sorra rá lehet bukkanni a szőlőtermesztés bizonyítékaira. A pincék közül némelyiket még használják, de vannak közöttük egészen elhagyatott, gyönyörű példányok. A lakosság sokáig magyar, szlovák és németajkú közösségből állt,
akik ilyen egyszerűbb, egész Budapest környékére jellemző viseletet hordtak egyébként. Hopp! A pásztorod legeltethet a bozót túloldalán, egy bárányka éppen áttévedt. És búcsúzóul egy csoskuti jellegzetesség, ugyanis össze se tudom számolni, hogy hány helyi lótartó és lovarda található. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, akkor lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornára, találkozunk legközelebb. Sziasztok!